egyelőre a hét közepén járunk, és még csak a negyed döntő mezőnye alakult ki itt a lányoknál. Úgyhogy a táblának ebben a felében még Sarapova, hogyha megveri Penget, akkor Wozniackival vagy Azarenkával találkozhat, az alsó ágról pedig, mert kérdés, hogy ki jön ki onnan, nagyon nehéz jósolgatni, Wickmayer, Per Ivanovics vagy Bartoli. A mérkőzés statisztikája jobban adogatott Sarapova, egyetlen ászt ütött mindössze, kettős hibából kettővel kevesebbet, ami viszont döntött az, hogy 28 nyerőt, és Szafinának 5-öt engedélyezett hibából, viszont ugyanannyit össze tudott hozni Szafina, mint amennyit összehozott Sarapova is. Also this tournament, and I knew that she must have been playing, really good tennis. And once you get in the later stage of the tournament, I really feel like I have to step it up in all different areas of the game, and I felt like I did a lot better job of that today. Azt mondja Sarapova, hogy fontos volt, hogy ezen a mérkőzésen jól játszon Szafina ellen, hogy tulajdonképpen jól játszon, ezt ragozta. Thank you. I feel good. I'd still like to be better and get better physically. Jól érzem magam, egyre jobb, és jobb próbálok lenni fizikailag, fejben is. Maria, it's a pleasure to have a champion back on center court where she belongs, everybody. You know she's. És akkor ennyit lehetett megtudni Maria Sarapovától, sokkal többet nem szokott ő mondani, kioszt még néhány labdát, és aztán majd jön egy nap pihenő után Shuai Peng ellen. Make some noise for the three-time Grand Slam champion. Two more coming to you from Tennis Warehouse. Na, honnan jön a hangosabb ováció? Onnan, úgyhogy oda fogja osztani a háromszoros Grand Slam győztes a következő labdát, és akkor élő mérkőzések majd ma este itt az Eurosporton. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra! Good catch. Ladies and gentlemen.